Na, hogy mondják ezt szépen? Penultimate epizód? Az, ez az évad záró előtti utolsó rész. Az Andorból Ferix lánya. Mm-hmm. Igen. Ferix lánya, aki hát nyilván Marva volt ugye ebben a részben. Én nem tudom, hogy gondolkoztam rajta, hogy most nem tudom, Bix valahogy majd így visszajön, de ő nincsen jól. Ő tökre nincsen jól. Nagyon nincs. Azt hittem, hogy róla van szó, vagy hogy valami, mert ugye mindig jelent valamit a cím, ilyen, hogy is mondjam, komolyabb dolgot, mint általában, mm-hmm. de nem. Itt ugye Marváról szólt ugye az egész történet, illetve arról, hogy mindenki azt várja, hogy Andor visszajön erre a két napos temetésre, mint amit megtudtunk. Nagyon úgy néz ki. Igen. És ugye ez, majdnem az összes történet szállat ez mozgatta, kivéve ugye Cassianékét, uh-huh. már a végén ugye oda is beleszólt, de ugye a birodalom is most ezzel van a legjobban elfoglalva, az ellenállás is szegről végről, uh-huh. Mert ugye az info, amit oda kell adni Luthennek, az ez. Ugye a lányok emiatt mennek a Ferixre, az egyik ott van, a másik ugye megy utána. Tehát ez volt így a fő szála tulajdonképpen a történetnek. Igen. Nem volt annyira mozgalmas epizód nyilván, mint az előző. Hát én nem tudom, azért párszor így felpattantam a helyemről, hogy így azt a rohadt. Én is úgy voltam vele, hogy azért most már szerintem minden szálon érdekességek történnek. Érdekességek történnek, ez tény. Én nem is úgy akartam mondani, hogy nem volt annyira akciódús, hanem hogy nem, tehát akárhogy is úgy tűnt, hogy nagyon sok szálon fut, a legtöbb húr csak így megpendítették, uh-huh. de valójában ugye két dolog volt, ami ilyen nagyon kiemelt volt, hogy mi lesz Cassianékkel, illetve most Luthennek ez a szála. Kérdés szinten meg nagyon sok morális dolog volt ebbe a sorozat, vagy ebbe a részbe. Különösen az, ugye, hogy amit az előző rész végén kaptunk, uh-huh. ugye, hogy most akkor Luthennel mi lesz? Tehát, hogy ezzel az Anto Kriegerrel most mit csinálnak? Uh-huh. Ez nekem nagyon tetszett ez a rész, basszus. Hogy gyakorlatilag ő ledobta magáról ezt a terhet, uh-huh. Luthen, vagy leszeretné, és gyakorlatilag ugye ráhárítja a tevőleges emberekre, hogy mit kezdenek ezzel az információval, amit ugye ott ugye megtudtunk, hogy most megvédjük az informátort, többet ér-e ő a hosszú távon, vagy sem. Nekem megmondom őszintén, hogy az a rész, nem jut eszembe akarod tenni, mert Guerrera? Hívd Forrest Whitakernek. Igen. Szóval Guerrerával folytatott párbeszéd, az nekem inkább olyan volt, mint egy teszt. Igen. Nem tudom, hogy ti hogy értelmeztétek. Nekem olyan volt, mint hogy a direkt olyan helyzetbe hozta volna. Olyan, nekem kicsit ilyen, sőt azt is mondanám, hogy ilyen mint hogyha lepasszolta volna, hogy akkor legyen ő is egy vezető ebbe az egészbe. Igen. És egy vezetőnek egy teszt volt, hogy egy ilyen helyzetben uh-huh, hogy viselkedik, uh-huh. vagy milyen döntést hoz. Igen, igazad van, mert nekem a példa, amit hoz neki, az is ugyanaz volt, hogy ugye gyakorlatilag ugye azt mondta neki, hogy most hogy ugyanolyan zavar keletkezne a birodalomban, mint amilyen zavarban most ő van. Uh-huh. Ugye, és ezt akarja, egy kicsit ilyen tanító célzatú dolog volt, amit Luthen ugye rárakott, hogy pont ez a lényeg, hogy te se tudod egyik persze a másikra, kiben bíz meg, és ez történne a birodalomban is, hogyha most visszahívnánk őket, uh-huh. és ugye ezt nem akarják, hogy ez bekövetkezzen, mert akkor ugye megint zűrzavar, még nagyobb szigor, stb. Azt akarják, hogy elkényelmesedjenek, és elhiggyék, hogy ők a legnagyobb baszógépek. Pontosan. De ahhoz fel kell áldozni ezt az Anto Kriegert, akit végre amúgy láttunk. Igen, legalábbis a hologramját. Igen, mert ugye Bix-től megkérdezik, és ott nem tudjuk, mi a válasz. Uh-huh. Nem kapjuk meg a választ. Nem. Hogy ugye azt kérdezik tőle, hogy ő-e Luthen. Tehát, hogy neki mutatta ebbe. És nem tudjuk, mit fognak mondani. Úgyhogy valószínűleg vele fog véget érni ez az évad. Lehet. És Anto Krieger sorsával zárul majd, én úgy érzem, uh-huh. hogy na most akkor őt feláldozzák, vagy sem. Illetve az egész bonyodalomnak, ami most a birodalommal kapcsolatos, ha feláldozzák, ugye véget vetnek, és hogyha Bix azt mondja, hogy neki mutatták be Andort, akkor annak a szálnak is vége szakad. Igen. Tehát a birodalomnak igen. ez a Ferixes szála, amire most így rá vannak tapadva, mint légy a szarra, ez is semmivé válik, hiszen uh-huh. azt mondják mondani, hogy megoldottunk mindent. Érdekes, meglátjuk. Mert ugye most így hozzá lett gyakorlatilag kapcsolva ezzel a kis Bix jelenettel, uh-huh. a Bixes jelenettel, hogy uh-huh. hogy most ugye, ha ő a kereskedő, akkor két legyen egy csapásra. Igen. Igen, igen. De az egyértelműen látszik, hogy az utolsó rész az gyakorlatilag egy hatalmas nagy találkozás lesz ezen a bolygón. Igen, mindenki oda tart. És Ferix lesz a vége. Ferix, tudtis. Ugye Vel is oda megy most. Igen. Ugye valószínűleg ott lesz a forráspont. Ennek a temetésnek lehet majd a másnapja. Tök érdekes volt ez a hagyomány. Milyen durva, nem?
hogy elhamvasztanak, aztán beleraknak a habarcsba. Igen, igen, igen. És akkor tégla leszel vagy nem a habarcsba, tégla leszel, és akkor keresnek neked egy falat, amit végül beépítenek. Durva. Amúgy tök érdekes, mert még izé, még Mirónak az arcán is látszott, mikor elmondták a Didrának az arcán, és látszott, mikor elmondták a szokást, hogy így hűböldnek. Ja. Főleg, hogy utána mutattak egy épületet, ami csak tégla volt. Ami csak tégla volt, igen. Ez most mindenki, valaki, vagy csak téglák? Lehet, de tudod, hogy ez azt a főkőkemények mutatja mindig Didra magáról, és úgy látszott egy pillanatra, mielőtt elvágtak róla, így. Ő is így nézett. Az meg durva egy szokás. Nekem még Mormozának volt az a durva jelenet, amikor ugye szembesült az, hogy hát lehet, hogy tényleg nem lesz más kiút, csak hogy a lányát akkor el kell, hogy adja. Végül is az ő része ennyi is volt, hogy gyakorlatilag így kaptunk egy infót arra, hogy valószínűleg így fog dönteni, mert hogy nincsen más. Igen. Igen, azt akartam mondani egyébként pont Mon Mothmával kapcsolatban, hogy a lánya meg valami olyan, mint hogyha valamilyen ilyen, nem tudom, ilyen furcsa vallási... Ez nem vallás, hanem ez a ilyen... Chandler-i szokások, ugye, ami ugye megvan, amit ugye hallottunk előzőleg is, és ugye tök jó ez vele ez a rövid beszélgetés, mert tényleg, hogy alig mutatják valamennyit, de egy csomó info van benne. Igen. Hogy ugye nem Mon Mothma, nem a férje kényszeríti, hanem ő önmagától lépett be. Mert itt talált közösségre, tudod, hogy is mondja, hogy megtalálta az őst, vagy nem is tudom, mit mondod. Gyakorlatilag, hogy ez az ősi hagyományoknak elkezdett ugye hát így tisztelegni előttük, vagy tartani őket, és akkor így talált társaságot, ami végül is egy ilyen kegyelemdöfés lehet, hogy így lehet, hogy a lányá fogja fogadni azt, hogy őt így most férjehez fogják adni. Ugye vele egyből azt mondja, hogy mi van, már kényszerházasság lesz. Aha. Ott még nem is tudja, hogy amúgy ja. Igen. De ezek szerint akkor ez egy szokás. Tehát nem hiszem, hogy a csaj annyira meg fog ezen botránkozni. Nem fog meglepődni, mert ugye az előző részben ugye említette is pénzes csávókám, hogy erre akar rájátszani, erre a szokásra, hogy emiatt sem lesz egy olyan nagyon nagy kérés, mert hogy amúgy ezt simán el fogják fogadni. Igen. Egy érdekes minden esetre. Egy pici humor volt ebben a részben, ugye eddig nem nagyon volt. Humor, szinte semennyi sem nem. Ebben a részben. Ugye a két idegen lény, azok viccesek voltak. És pont ez volt a vicces, hogy eddig nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy ez hogy Star Wars sorozat, hát nincsenek benne nem humanoidok. Lehet ez volt a jó benne. És megjöttek. Na, bocsánat, igen. Nem tudom, de megjöttek, és jól, tök jól néztek. Figyelj, ki. Eleget voltak a képernyőn, én azt mondom, de tök jó. Igen. Nagyon tetszetős volt, hogy ilyen kis egyszerűek, de hogy amúgy eleinte azért nekem összeszorult a gyomrom, hogy úristen, akkor most itt elkapják ők, tényleg átadják ezek az együgyük is szerencsétlenek, de aztán végül, bassza meg a birodalom, inkább nem zavarja. Igen, tök fura volt, hogy ugye amiatt, ahogy beszélnek, és amúgy ez is egy fura dolog, hogy egyetlen lehet érteni, amit mondanak, mert általában a Star Wars-ban nem így van, hogy ugye tényleg nagyon bugyutának vannak mutatva, mind megjelenésre, mind beszédbe, és ott az a pár perc a képernyőn amúgy, még ez is andoros. Hogy még róluk is kiderül, hogy ők csak így beszélnek. Nem olyan hülyék ők, csak nem tudnak fogalmazni, és akkor ugye kiderül, hogy nem, ők sem teljesen hülyék. És hogy nem abból állnak ki, hogy most vagy van-e hal, vagy nincs-e hal. Hanem hogy ők sem buták, és segítenek nekik végül. Nekem esküszöm, ez is egy ilyen végtelen pozitív dolog volt ebben a sorozatban, hogy még a bugyuta idegenek se bugyuta idegenek. Még ők is utálják a birodalmat. Igen, meg ők is tudnak gondolkodni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy tehát attól nem egyszerűek, ahogy kinéznek. És milyen undorító volt az a háló, amivel elkaptak. Igen, az a takonyháló volt, baszott. Új, de olyan ocsmány volt. Nekem nem a takony jutott eszembe, de igen. Igen, értem, mit akarsz milyen mondani. Milyen furcsa metafora volt egyébként, hogyha belegondoltak, hogy halászok voltak, és az előző részben ugye kiúztak a börtönből, igen, és halakat elfogták őket. Igen. Szép, érdekes. Szép, érdekes volt. Igen. Tökre szívszorító volt a droid. Igen. Ez az egész, hogy gyászol. Hát gyászol, vagy tudom, mit csinál, hogy mondjuk, igen, hogy hiányzik neki Marva, meg ott az egész rész szerintem eléggé durva. Nyilván érthető, hogy ugye nyilván nem gyászol, mert egy droid, de hogy tudod így a napi megszokott mindennapokat nem akarja elfogadni, hogy most már ugye megváltoznak. Mert annyira király az egész. Nekem ebben a droidban annyira tetszik, hogy ugye nyilván nem azt mondom, hogy meg van személyesítve, mert egy személy, mert mesterséges értelem, de nem ember, de mégis az öregedés. Tudod, hogy már rossz, mert dadog, egész nap a töltőn ül, tudod, hogy így tökre úgy van bemutatva, tudod, hogy gyakorlatilag együtt öregedett meg Márvával, és ez így, nekem baromira tetszik egyébként ez nekem a hasonlat, is. Hogy olyan, mint hogy a droid is
tudod, öreg lenne. Nekem is. Az eszméletlen. Meg olyan szívszorító tényleg, ahogy így tolják el Márván. Igen. És ahogy így, nem tudom, észletétek-e, de a tükörképe ott volt az ablak üvegen. Igen. Igen. Így végignézte, annyira durván, de hihetetlen, hogy egy robottal ezt meg tudják csinálni. Hát figyelj, jól van csinálva, meg eleve a párbeszédek nagyon durvák vele, ugye, hogy ugye nem is gondolnak. Tehát, hogy próbálják, tehát hogy érti mindenki, hogy kicsoda ő, ez a robot, meg majd is ez a droid, meg nem erőszakolnak rá semmit, de hogy tök durva látni, tudod, hogy így ő, hogy úgy tűnik először, és ez is ilyen andoros, mint az idegenek, mintha nem érteni, hogy mi történik. Közben meg de. Persze. Közben kurvára érti. De a végén, hogy amikor mondja is, hogy, tehát, hogy azt akarta kierőszakolni, hogy még egy éjszakát ott maradjanak, minden. Durva, amúgy jól megcsinálták ezt a részt. Meg hát. Itt ugye némi nemű párhuzam van megint csak a filmekkel, mert a Star Wars filmekkel, ugye amikor Luke Skywalker, ugye az újabb háromba elvonul a szigetre, akkor R2-D2 is. Igen. Hát gyakorlatilag hibernálja magát, igen. Nem tudom, standby-ba rakja. És addig, amíg nem jön vissza Luke, addig ő sem hajlandó igen. dolgozni, pedig hát ő is csak droid. Igen, igen. Hát ugye a nagygebb az rész, ugye a filmben ugye most Luthen köré fonódott, aki több szempontból is ugye gebbaszos most jelenleg. És ott egy egész komoly szekvencia, amin ott végigmegy, mert azért én meglepődtem, hogy egy ilyen nagy cirkáló genyó ott így megjelenik mögötte. Hát az a rész, hogy az, mi a az volt a kedvenc részem. Ugye eleve kurva menő, ahogy kommunikál haza. Aha. Tehát ez is ilyen, ez a műtárgyas cucc. Ideig kapkodtam én is a fejem, hogy mit csinál? És akkor így... Virágnyelven megbeszélték, igen, hogy jönni kéne, nem akkor kéne. Oké, akkor jó, oké, értem. Igen, értem. Igen, igen. Na, ugye megfogalmazódik itt egy kérdés. Ugye ez a sorozat, mint Andor, ez a Rogue One előtt játszódik, a Rogue One pedig az Új Remény előtt játszódik. Az ilyen hajók hol vannak? Mi lett ezekkel a hajókkal, ja, ami most igen. után ül? Mert a következő néhány évtizednek szüksége lett volna ilyen hajókra. Az biztos. A kurva életbe. Mi a faszom? Tehát hát, a tractor beamet így, tehát a vonósugarat azt így szétbombázza. Hát, az akkora volt. Úristen, de kibaszott kurva. Nagyon állat volt. Igen, és utána meg tehát érted, utána meg fogja magát, és a történet gyakorlatilag feloldja, hogy Luthen olyan szinten baszógép, és ez az űrhajó olyan baszógép, hogy jönnek a TIE Fighterek, és így pff, és akkor mi van? A lézer, és így Én befostam. Abban a pillanatban, ahogy szétrobbantja ezt a beamet kilövő cuccot, én így tudod, így pont kaját, és így leraktam az asztalra. Igen, hogy így most ezt most akkor megnézzük. Hát megy a picsába, ilyen nincs. Igen, nagyon jó. Tök jól jó. Játszottak a birodalmi oldalról, és tudod, ez a, akkor megyenek a TIE Fighterek, meg minden, de tudod, látod, hogy ülnek, hogy valami nem jó, itt valami nem, ez nem kereskedő hajó, mi történik. Meg amúgy az egész jelenet, tudjátok, így elindul, és így azt hitné az ember, hogy na ez akkor megint egy ilyen kamu ellenőrzés, mond nekik egy kódot. Igen, hogy letereli majd. Ha, és nem. És még mindig folytatódik, és megy. És basztatják. És, de ezt a részét nem láttad Luthennek. Hogy ugye ő mutatva van, hogy ő egy nagyon nagy alakja gyakorlatilag az ellenállásnak, meg stb. De bazd meg, végig full higgadt, ami mutatja, hogy megélt ő már pár dolgot. Meg azt, hogy ez a hajó miket tud, érted? Hogy ő, tehát hogy mivel jár az, hogy tehát tudod, először bennem is az merült fel, hogy átlag ellenőrzés lesz. És akkor utána tudod, hogy így nem, ott ő így elkezdte basztatni a hajtőmet. És így ültem, hogy most, és mégis mi a terve? Hogy mit fog csinálni? Ő tudta előre, és nekem pont ezért tetszett, hogy ő higgadt volt, és tudta előre, hogy mi lesz, mert hogy ugye, amikor a birodalom is mondja, hogy mi van már, és mondja, bocsánat, egyedül vagyok, és manuálisan kell csináljak mindent. És közben megnyomkodta. És... De jó, csak bennem azért volt kérdés, hogy tehát tényleg, bocsi már, hogy nem vágtam, bazd meg, hogy amúgy vannak ilyen kis hajócskák, bazd meg, amik így szétbasznak mindent. Nincsenek, mert ő a felkelés felvezetője, persze, ez egy hajó és ő már feltuningolta, megcsinálta ezt magának. Neki volt pénz a műtárgyakból. Tényleg amúgy a kis repkedő, ami a vonósugarat tönkretette, azok műtárgyak voltak. Nyilván ez nem egy ilyen háborús eszköz, tehát egy X-szárnyúhoz nem lehet hasonlítani, mert ugye nem tudna úgy teljesíteni, mondjuk mit tudom én, a halálcsillag ellen, de akkor is elég durva. Még ezzel, hogyha berepülnek a halálcsillagba, az a lézerrel, megnézem. Nem tudom, kurva jól nézett ki ez a hajó? Kurva menő lett Luthen, rohadt beresz jelenet volt, és én nem tudom, ezt a hajót akarom Legóból, nagyba. Nekem egy kicsit olyan volt, mint hogy valami Star Wars-os Mad Max kocsi lenne, hogy amúgy nem jó, mert egy kereskedelmi kis hajó, tele van de olyan lejtett dolgok vannak rajta, hogy úristen, de állat. Nekem olyan szinte sútba basztam azok a Mandalorian-es Silver Crest-et, mint a szart. Hagyjál már. Így van. Jó, mondjuk azt már megcsináltam ugye izé is. A Naboo Fighter. Hát igen. Az is kivégezte magába a Mandalorian, de akkor is. Ez kurva menő volt. Nagyon jó volt. Jó, kellett ebbe a részbe. Egyébként ez, attól függetlenül, hogy azért eléggé megrázó a vége, hogy a vége, ezért csak megtudja Cassian, hogy meghalt az anyja. Meg ugye ott történik egy ilyen
egy ilyen, tehát, hogy mondjam, az el akarja vinni a végét az egész résznek, uh-huh. de valójában, amit ott Messi, vagy Messi, nem tudom, nem jut eszembe a neve a másik csávónak, hogy hívják. Messinek, ugye, amit vele beszél, ott uh-huh. az rohadt fontos. Tehát az, hogy ők el akarják mondani, és háromszor elmondja egymás után a csávó, hogy meg kell tudják, mi történik ott bent. Ez pont az, uh-huh. hogy itt már nincsen mese, ők az ellenállás tagjai, ha akarják, ha nem. Igen. Mert ugye gyakorlatilag szembe akarják húgyozni a birodalmat, és hát ha valakik, ők tudják, mi a következménye annak. Tehát ők így gyakorlatilag, és ugye azt mondja Cassian is rá, hogy igen. Igen. Uh-huh. Tehát így innentől kezdve megvan pecsételve az ő sorsuk, és tényleg, amúgy, tehát az is egy fontos rész, de ugye ketté válnak, de azt tudjuk, hogy ugye Cassiannek lett pénze, lett fegyvere, vissza fog menni a Ferixre. Biztosan biztos. Ez egyértelmű. Hát főleg, hogy így megtudta, hogy meghalt az anyja, 1000%. Igen, és erre számít mindenki. Még Cyril is. Még Cyril is, egyébként az a jelenet az ilyen úristen. De Cyrus, vagy hogy hívják Cyrus? Vagy nem tudom, hogy hívják, de végre viszont láttuk. De ahogy bejött az anyja, és így lecsítjük, hogy mennyi már innen anya? Telefonálok. Közben Cyrus, vagy ki a tökön mondom, azt imádtam azt a karakter. Ott Ornibán, mi van? Igen, meg fognak adni, nem meghalt. Igen, csak az a baj, hogy szegény Cyril megint abban a szitúban van, hogy megint jön majd a 200 IQ-jával, amit mindenki tud. Igen. Én gyanakszom arra egyébként, hogy Cassian besétálna a csapdába, amit Didráék állítanak neki, és Cyril fogja majd elbaszni igen, az egész csapdát most, valahogy. Ő most nem Didrához megy. Nem. Ugye kivette abba a szépből, ő megy a Ferixre. És ő egyedül akarja megoldani ezt a dolgot, mert szerintem ő azt hiszi, hogy a birodalom nem tudja, és ebből lesz, hogy az biztos vagy benne, amit mondasz. Hogy ugye bent lesz a másik oldalról egy ember, akire nem számítanak a birodalmiak, hogy őt el fog baszni mindent. Tehát valószínűleg itt el tudom képzelni azt a jelenes sort, amikor tudod így hátradőlve várnak a birodalmiak, hogy tegye meg a lépéseket, igen. és odalép ez a barom, hogy megvagy neked! Igen. Vagy a tömegbe őt vesz észre, és akkor, igen, ebből menekülés lesz. Ez a másik, hogy nem ismer senkit az új bagásból, uh-huh. Cassian, de Cyrilt ismeri. Hogy ne ismeri. És hogyha őt meglátja, akkor tudni akkor fogja, hogy ebbaszol. Le is van, így van. Akkor úgyhogy valami ilyesmit várok én is a következő résztől. Amit pedig beszéltünk itt a kibeszélő előtt, így még a résszel kapcsolatban, tényleg elképesztően durva az a párhuzam, amit húznak, hogy ahogy Cassian elnéz ugye a parton, uh-huh. hogy semmibe belenéz. A semmibe belenéz, hogy gyakorlatilag... A szép naplementébe, hogy nagyon hasonlít a Rogue One záró jelenetre, ahol ugye a csajjal van szintén ő, plusz és a robbanás. Jön a fény, csak az egy másik fény. Igen, ez egy másik fény. De amúgy ott a zene is nagyon jó volt. Igen, nagyon jó választás volt. Én hagytam is a kredit alatt is, hogy így szóljon. Igen, nagyon jó. Bazzeg, én nem tudom, le lesz zárva ez az évad, lesz még évad az Andorból, de bazzeg, nem tudom, oké, elmondtuk majdnem minden részben, de fú, de basszus, de nem gondoltam volna, hogy lesz még ilyen a Star Wars. Mert nekem, és mondom, lehet itt élkezni, mert minden, én elfogadok minden, meg én a szart is tudom nézni amúgy, nekem a Boba Fett is tetszett, de a Mandalorian is olyan amúgy, a Mandalorian is ez már, az is már ilyen Disney Star Wars. Uh-huh. Azért. Attól függetlenül, igen. hogy kurva jó. Mert kurva jó. Uh-huh. Meg én nem fogok itt élkezni, de az is egy kicsit Disney Star Wars már. Ez nem. Nem, ez sokkal komolyabb. Ez sokkal kevésbé. Igen. Igen. És valószínűleg azért kevésbé népszerű. A komolysága, lehet. Meg egy kicsit a szárassága miatt nem olyan széles meg körben. Meg nincs minden körben egy ilyen lutenes jelenet. Igen. Minden részben, bocsánat. Igen, hogy nincs űrcsata, nincs igen. aranyos... De ezt várnák a nézők. Nincs aranyos idegen, nincs köthető, vagy közvetlenül köthető karakter, nincs poén, stb. Igen. És az a durva, hogy egy csomó rajongótól azt hallott, hogy ezeket nem szeretik az új részekbe, de sajnos pont ettől népszerű. Igen. Igen. Én baromira szerettem a Mandalorian-t. Én is. Szerintem, egy idő után. Szerintem ez jobb, vagy legalább ugyanolyan jó. Nekem nagyon sok időnek kellett eltennie, amiután megszerettem a Mandalorian-t. Én az első évadban majdnem felvágtam az ereimet. Uh-huh. Komolyan? Nekem nem volt elég ez a Baby Yoda dolog. Uh-huh. Egyáltalán. Hanem úgy éreztem, hogy nem tudom, semmi. Nekem is az úgy ott van, jó, el van, de hogy engem érdekeltek a különálló részekben a történések. És itt is úgy gyakorlatilag minden szál érdekes, és minden szál így van. Leköt. Viszont az Andornál nekem nem fordult az elő, hogy a Mandalorian-nek megnéztem az első három vagy négy részét, és utána a második évad közepén pótoltam mindent, és kezdtem el felvenni uh-huh. a fonalat. Uh-huh. Mert nekem annyira nem, és akkor utána kapott el a Mandalorian. Az Andor engem első perctől kezdve éreztem azt, hogy ez inkább inkább egy ilyen krimis, uh-huh. drámás dolog lesz. És nem tudom, ez így jobban bejött.
talán sokkal rövidebb volt a felvezetés. Az, hogy megismerjük a karaktereket, hanem hogy egyből úgy benne voltunk a lecsóba. Igen, hamarra egy kebasz lett, amúgy igen. Menet közbe tudtuk meg a karaktereket. Minden esetre biztos, hogy kibaszott jó lesz az évad záró, én alig várom. Már nagyon várom.